Látszik, hogy ezen sokat dolgoztál, és hogy közben minden sikered ellenére megmaradtál ilyen tök normális, ilyen rendes gyereknek, ahogy én látlak téged. Viszont azért azt nehéz lehetett épp lélekkel és épp ésszel feldolgozni, hogy annak idején, hogy a bajnokságok után, olimpia és egyebek, egy ország tekintett úgy rátok, hogy na most az Istenek lejöttek az Olimposzról. Mit tudtál ezzel annak idején kezdeni? Az egy óriási felismerés, vagy furcsa ilyen katarzis, hogy oké, olimpiát akarunk nyerni, kijutottunk az olimpiára, már korábban kvalifikáltuk magunkat az Európa-bajnokság sikerével, benn vagyok az utazó csapatba, ugye az egy második öröm, először egy csapat kim van, ki lesz az a 13, aki végül utazhat, mert az ugye nyitott, benn vagyok a 13-ban, Budapesten kimondja az edződ, elindulunk az olimpiára, akkreditálunk, belépek az olimpiai faluba. De az még mindig csak az, hogy ott vagyok az olimpián, egy vagyok a tizenvalahány ezer résztvevőből. Elindulnak a meccsek, meg akarjuk nyerni, majd sikerül, megnyerjük. Ez egy óriási lelki folyamat, liftezésekkel, föntekkel, lentekkel. És aztán van még egy, hogy oké, bulizunk, ünneplünk, hát aranyérmek után a sportolók ünnepelni szoktak végre. Ami jól megérdemelt, közös, egymás szemébe nézés, kocintás, röhögés. Ölelgettük az aranyérmeinket, nem mentünk a záróünnepségre Sydneyben, és aztán soha többet, máskor sem. Együtt akartunk lenni, még akkor is 13-an. Nem érdekel, üres volt az olimpiai falu, csak mi voltunk, és élvezni akartuk egymás jelenlétét. Aztán bementünk Sydneybe bulizni, és aztán hazaérkezni, aranygép, közönség, szurkó, pezsgő, 3 órán keresztül autogram, fotó, minden, és akkor mindig nincs vége. Címlap, újság. Gangsta Zolival a koncertjén a színpadon éneklés. Ezt tudtam volna én is felajánlani, hogy jobb legyen egy kicsit, de nem érek. És utána még? És aztán ilyen tévéshow, olyan tévéshow, Fábri, stb. És aztán kitüntetés, ez a kitüntetés, ilyen díszpolgár, és akkor mi van? Hát hétfő reggel edzés, klubba vissza, klubodba, mindenki a saját klubjába. És onnantól kezdve Kis Gergő vízilabdázóból, olimpiai bajnok úr. Az igazgató így hív az iskolába előadást tartani a gyerekeknek, az önkormányzatnál, a szomszéd, olimpiai bajnok úr. De hát én a Gergő vagyok. És az is maradsz. Vissza, igen, és így vissza. És az is maradsz. Innen folytatjuk tovább Gergővel, mert hogy ő még mindig Gergő.